Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első leveléből olvassuk, az első részből, az első 5 verset olvassuk fel. Pál, Silás és Timóteus a Tesszalonikaiak gyülekezetének, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, mikor rólatok imádságainkban megemlékezünk. Szüntelenül emlegetjük Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek álhatatosságát. Mi tudjuk, Istentől szeretett Atyán fiai, hogy ő kiválasztott titeket, mert a mi evangélium hirdetésünk közöttetek nem csak szóval történt, hanem isteni erővel és szent lélekkel is a teljes bizonyosságra. Hiszen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Uram, a tesszalonikai levélért is. Köszönöm, hogy nem csak számukra értünk is megíratott, és most olvashatjuk a te szavadat, hallgathatjuk azt. Köszönjük, Uram, azt, hogy világossá teszed, hogy miben kell növekedni, és
köszönjük, hogy megfedsz, ugyanakkor a te irgalmasságodból megtisztítasz, és erőt adsz a növekedésre. Hálát adunk a Jézus Krisztusban kapott áldásokért, és kérünk, nyisd szívünket meg, segíts minden egyebet félretenni, és fogadni az ígét, de ugyanakkor cselekedni azt. Jézus nevében hálát adunk, hogy együtt lehetünk, hirdettetik az ige, és dicsőítünk, mert lelked munkálkodik bennünk is. Amen. Tessék helyet foglalni. Áldott legyen a mi Urunk az ő kegyelme által, az ő szeretete által, hogy olvashatjuk a ma reggelen, hogy Isten kegyelemmel és békességgel fordult hozzánk. Így köszönt Pál, Silás és Timóteus. Egy gyönyörű hármas, akik a misszióban, a második misszióúton voltak együtt. Ketten indultak el, Pál és Silás együtt. Tudjuk, hogy nem akart Pál Barnabással menni, olvasok az Apcsel 15-ben, mert nem látta jónak azt, hogy János Márkot maguk mellé vegyék, ha már egyszer elhagyta őket, még egyszer akkor ne történjen ez meg. És az eredeti szöveg szerint éles szóváltás lett Pál és Barnabás között, de el is rendezték ott helyben, és megbeszélték, te mész jobbra, én megyek balra, te viszed magaddal János Márkot, én viszem magammal Silást. És imádkozva, áldást kérve elindultak, Isten munkája nem állt meg. Óriási számomra az igének ez a tanítása, hogy Pál és Silás így mennek együtt. Isten úgy rendelte el, hogy hozzánk európaiakhoz, ők hozzák el az evangéliumot, mint szócsövek, mint sáfárok. És ma sem akar Isten mást, bármilyen éles szóváltás, vagy bármilyen gyengébb félreértés mellett, vagy után, mint hogy megbeszélve, egyik jobbra, másik balra, ha együtt nem tudják, végezik az Úr munkáját. Az ördög azt akarja, hogy se egyik, se másik ne végezze. Az ördög azt akarja, hogy valamilyen módon álljak le, és álljál le. Milyen csodálatos, hogy látjuk, hogy az apostolok is emberek voltak, és támadhatóak, és nehéz helyzetbe jutottak, megharcolni valójuk volt, de Isten munkálkodott bennük, és Isten szolgái maradtak. Így született meg a tesszalonikai levél, és arról olvasunk, hogy oda került Timóteus is. Az a Timóteus, aki egészen fiatal volt még, és akivel Listrában és Ikóniumban találkozott Pál apostol, de jó bizonyság volt róla. Azt mondták az atyafiak, hogy Pál, nézd meg ezt a fiatalembert. Még egészen fiatal, de látjuk az ő ragaszkodását. Igaz, hogy csak az édesanyja zsidó is csatlakozott a gyülekezethez. Az édesapja görög, nem sokat tudunk az édesapjáról sem. Az édesanyját megemlíti Loiszt és az ő nagyanyját, Eunikát is megemlíti Pál apostol, majd később a levelekben. De oda veszi maga mellé Pál apostol, és most figyeljétek meg jól, miért vehette oda. Azért, mert Timóteus engedett a hívásnak, és kész volt mindent alávetni arra, hogy Istennek jó szolgája legyen. Mivel, hogy Tesszalonika fele is tartottak, meg Athén fele, és a többi európai nagyváros fele, és mind a zsidóknál, a zsinagógákban kezdték el az ígét hirdetni, oda ment belőször Pál és Silás, mert Pál meg volt győződve, hogy a választott népnek, a saját nemzetének hirdesse először. És csak azután, miután 3-4 alkalommal nem fogadták, vagy elüldözték, vagy ő lerázta a port és ment tovább, mivel tudta, hogy ilyen helyekre kell menjen, akkor Timóteusnak azt mondta, hogy szeretném, ha velünk jönnél a missziós útra.
De figyelj, zsidó közé megyünk, zsinagógába fogjuk hirdetni az igét elsősorban. Ilyen tervünk van. Körül kell metélkedj. És arról olvasunk, hogy Timóteusnak ez nem volt probléma. Az Úrért kész volt ezt megtenni, és így csatlakozott Pálhoz és Siláshoz. Az engedelmesség, az elkészülés, a beállás a sorban nagyon fontos a munkatársak között. Fiatalnak, középkorúnak és idősnek egyaránt. És olyan fontos, hogy hadd tudjak Isten munkatársa lenni, beállni az Istentől rendelt sorban. Óriási hatással van ránk a világ, hogy elsodorjon, hogy úgy éljünk, ahogy a világ rendje akarja. Ezt halljuk, ezt látjuk, belülről az óemberi természet ez akar előtörni, és a sátán minden lehetőséget megragad, hogy kísértsen, csábítson, megterheljen, és valamilyen módon megkötözzön. De milyen csodálatos Isten lelkének munkája. Arról olvasunk, hogy elhívott bennünket, mondja Pál apostol. Az ő gyermekei vagyunk. És úgy ment Pál, Silás és Timóteus, mint Isten gyermekei, mint Isten szolgái elsősorban. Nem egy baráti társaságról olvasunk, csak hogy összefogtak, hogy menjünk mi is egy körútra, és még hirdetjük is az ígét, hanem úgy, mint Istennek gyermekei, szolgái, sőt, Pál apostol használja azt a szót, hogy dulosz, azt jelenti, hogy rabszolgája. A lélek szabadságában, de önkéntesen, Isten rabszolgájaként. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy Tesszalonikában, a ma is létező görög városban, Szalonikinek hívják ma, és nagy kereskedelmi város, közel van a tengerhez is, és igen fontos város a Görögországnak, akkor is nagy zsidó kolónia lakott, mivel kereskedelmi út, kikötő is közel volt. Arról olvasunk, hogy elmondja, mit jelent Pál, Silás és Timóteus, a keresztény család, a keresztény otthon, a lelki ház. Bemutatja a tesszalonikaiaknak. 3 hétig, igaz, a zsinagógában, 3 szombaton ott hirdették a Krisztusról való evangéliumot, azok nem fogadták, sőt, azokat, akik befogadták őket, bizonyos Jászont megpróbáltak börtönbe vetni, csőcselékkel körbevették a házát, és megtörtént volna Páléknak a megkövezése. Isten nem engedte ezt meg, tovább küldték őket az atyafiak, de hirdették az ígét abban a városban, és megtértek emberek. És hogyan épüljenek föl lelki házzá? És arról olvasunk, az alap, a biztos alap az volt, hogy az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban voltak. Itt van az alap. Testvéreim, ennek az épületnek sem, és bármelyik más háznak az alapjának a nagy része nem látszik. Vannak rendkívüli megoldások, és mégis láttunk épülő alapokat, de minden épületnek egyik legfontosabb része, ahonnan kiindulnak a dolgok, a biztos alap. Mikor az meghasad, mikor az megcsúszik, mikor az elmálik, mikor az tönkre megy, akkor az összes többi omlik vele. Az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban lenni. Az eredeti görög szöveg arról szól, hogy kívülről, belülről benne lenni. Úgy képzeljük azt el, mint amikor egy 8,5 decis borkánt megtöltünk vízzel, és azt belehelyezünk egy legalább 5 literes vedérbe, ami szintén tele van vízzel, és kívül, belül körbe van véve víztől az az üveg. Olyan fontos, hogy így legyek az Atya Istenben és a Jézus Krisztusban. Miért?
Azért, mert sebezhető pont mindaz, ami kívül van az Isten akaratán. Ő teremtett meg. Jézus Krisztus visszaváltott a kereszten. Az ő életét adta, értem és érted, hogy legyek az övé. Hogy ne lázadó, ne magamat szerető, ne önző, ne a féktelen kívánságnak élő, és valamilyen módon ne a gyűlölségnek, ne az emberinek és az ördöginek adjak helyet, hanem Jézus Krisztusnak, az Atya jelenlétének legyek élő temploma a lélek által. És ez az alap, hogy Krisztusban lenni és az Atyában lenni. Tudjátok, hogy jön ez létre? Kegyelemből. Kegyelemből. Istennek nagyon sokat ér minden személy, akit megteremtett. A mennyeknek országában készíti a helyet, és az ő egyszülött fiát adta, hogy minden személynek kegyelmet adhasson. Senkit nem akar elítélni, de igazsága által mégis elfog. A magam és a magunk rossz választásai miatt. De így köszön ma hozzánk Isten, és ez a lelkiház alapja, a kegyelem. Hogy nekem is neked, amikor őszintén segítségül hívom és hívod az Úr nevét, kegyelmet ad. Adott és ad. Nem bűneink szerint fizet. És nem a mi álnokságainkat hozza újból és újból elébem és elibet. Az Úr könyörüljön rajtam és rajtunk, hogy járjak és jár kegyelemben. Abban a megbocsátásban, abban a felszabadulásban, amit a lélek öröme ad. A tör elszakadt, és mi megszabadultunk. Nem tartja elibem, ilyen vagy, vagy ilyen voltál. A feledés tengerébe veti. És nem kell viseljem, és nem kell viseld az ítéletet, a következményeket sokszor. Jelen voltam egyszer egy olyan idősebb férfinak a megtérésénél, aki több mint 60 évet keményen alkoholt használt. És megtért. Fizikailag már a belső része tönkre volt menve. És az idegrendszerét is kikezdte az ital. És azt kérdezte tőlem, hogy a Jóisten meg tudja gyógyítani? És mondtam, hogy meg tudja. Az a kérdés, hogy meg akarja-e. Mi lesz az ő dicsőségére inkább? Belül könyörült rajta. A lelkét megmentette. És egy olyan alázatos ember lett, aki mindig hálát adott azért, és oda ment ahhoz a részhez, aki ott feküdt, és elmondta, hogy én is itt voltam valamikor. Innen hozott ki az Isten. És az Úr még adott neki 22 évet. És hálát adott Istennek, mikor 80 éve felül halt meg. És újból és újból emlegette azt a kegyelmet. De tudod, Isten kegyelme őriz meg valamennyünket az üdvösségre. Hogy fel tudtam és fel tudtál kelni ma az Isten kegyelme. A vérben egy kicsi elállítódás, egy kicsi gyulladás, a hemoglobinoknak, a szálának megnövekedése vagy lecsökkenése, a proteinnek, vagy egyéb másnak, a megváltozás, rögtön akkora problémát okoz. Kicsi, pici dolgok. Kegyelem. A léleknek a megváltása, a testnek az egészsége, az Úrtól kapott idő, kegyelem. A család, az Istentől kapott otthon, a békesség országunkban,
Isten kegyelme. Mivel vagyunk mi jobbak azoknál, akik az előttünk lévő nemzedékben, vagy nemzedékekben átélték az első, második világháborút és menekültek? Mivel vagyunk jobbak? Isten kegyelme. Olyan fontos, hogy ez valóság legyen az életünkben. És azt mondja Pál apostol, a kegyelem mellett békességet ad alapul az Isten. Mert békesség nélkül nem lesz előrehaladás. Kedves testvéreim, Isten jelenléte a kegyelem által elhozza a békességet, amely három szálon legalább kell fusson. Békességben legyek én, az Úrral. Elrendeztem az elrendezni valómat, és folyamatosan rendezem. Békességben lenni az Úrral. És tudjátok, Isten béke jobbot nyújtott. És ez az online özönvíz, ami rajtunk van az elmúlt másfél évben, annyi békétlenséget hozott. Mindenki mindent láthat, hallhat, belenézhet. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez mind a békességemet és a békességünket előre segíti. Az Úr adja nekünk jó szűrőket, hogy mit kell nézünk, mit kell olvassunk, mit kell mi kézbe vegyünk, és főleg mit kell cselekedjünk. Úgy örülök a telefonoknak, az információ átadásának. De sok beszédben elkerülhetetlen a vétek. És az Úr adjon kegyelmet, hogy a békesség embere legyek. Azt ott azzal beszéljem, amit kell. Isten mindig szól, adjon halló fület az Úr, hogy békességben legyünk vele. De békességben legyünk egymással. Lemondással jár, türelemmel, és mindjárt meg fogjuk látni a fáradozással. Nem egyszerű. Lemondással jár a békességben való lejövés. De alap. Az háznak az alapját jelenti, a kegyelem mellett a békesség. Mert boldogok a békességre igyekezők, ők Isten fiainak mondatnak. Feldúltnak lenni könnyű. És sokszor egy pillantás, sokszor egy szó, sokszor egy cselekedet, egy helyzet megváltozása, és sorolhatnám tovább. Annyi váratlan dolog ért bennünket az elmúlt időszakban. Békesség. Törekedni a békességre. Csendességgel jár együtt. A csendes szív. Megfontolt, békességre törekedő szív. És békességben is Istennel, magunkkal és embertársainkkal abban csúcsosodik ki, amikor Isten tud használni engem is téged a béke embereként. Amikor kész vagyok ezt megteremteni Isten ereje által. A magam lemondása és a magam hozzáállásával segítve ezt. Békesség és kegyelem a háznak az alapja. De hadd menjünk tovább, figyeljétek meg a négy falat, milyen hamar épül. Manapság most már összeteszik, és az új mobilházakat egy pár nap alatt már, hogy elő van készítve a telep, átadják. És figyeljétek meg, testvéreim, a háznak az egyik fala, az otthona, a hálaadás, az imádság hálaadással. Azt mondja Pál apostol, hálát adok az Istennek mindenkor mindnyájatokért, mikor rólatok imádságaimban megemlékezünk. Olyan fontos, hogy a lelki házamnak ne maradjon el soha az imádkozás, fala ne dőljön ki, ne omoljon össze, hálaadással mindnyájatokért. Próbálkoztam ezzel a héten, és nem mindig volt könnyű. És lehet, hogy másnak sem mindig könnyű. Mindnyájatokért mindig hálaadással könyörögni. De a lelki ember így imádkozik. És kedves testvéreim, most ne lepődjetek meg, ez a levél Pál apostol által az ő szolgálatának, a második missziósnak az elején íródott,
vagy lett majd ennek a gyülekezetnek, aki akkor alakult, küldve. Tehát nem évtizedes hívőkről van szó, akikben kiformált Isten lelke hálaadást, hanem nem rég megtért hívő emberekről, hónapos, éves, múltra visszatekintő emberekről, és azt mondja Pál apostol, hálaadással emlékezek meg rólatok, és tudok hálát adni mindnyájatokért. Olyan fontos, hogy az imádkozás, a hálaadás fala hadd legyen felépülve, és szüntelenül emlegetjük előttetek, Istenünk előtt, atyánk előtt hitetek munkáját. Másik fal a hit, amely cselekedetekben mutatkozik meg. Az eredeti szöveg azt mondja, hogy a munkáló hitet, a dolgozó hitet, a cselekvő hitet. Mert van holt hit is. És Jézus Krisztust lehet közönnyességgel, megállással, távolról követni. Lehet, hogy hallottuk már, és mi is mondtuk, hogy egyet téved. Én azt hittem, hogy ha azt csinálom, jó lesz. Téves hit. Az élő hit, amikor Krisztusra tekintek, és tőle vagyok kész átvenni az aznapi feladatokat, ezt akarja az én Uram ma. Így szólt hozzám. És a mindennapi feladatokkal együtt kész vagyok követni az Urat. Megcselekedni azokat. A hitnek a munkáját. Úgy, ahogy olvassuk ezt Mózesnél, hogy látta a láthatatlant, és nem félt a fáró haragjától, oda megy, és azt mondja, engedd el a népet, megyünk szolgálni az Úrnak. Látta a láthatatlant. Majd meglátta sok sírt is a pusztában, a saját nemzedékét. De látta azokat, akikre azt mondták ki az atyáik, hogy mindig fognak meghalni a pusztába, a kicsinyek, de látta őket, ahogy menetelnek, és elérkeznek Jerikóval az átellenben a puszta szélére. Látta a láthatatlant, Isten erejét. A hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. És lelki házamnak a hálaadásban való imádkozás, kérések mellett ott kell legyen a hitnek, az Isten munkájának a látása. Annyira fontos, hogy hitben járjak, és ne látásban, ne a körülvevő világ, ne a meghatározó dolgok. Azok határozzák meg életemet, amit én látok, hanem az, amit Isten mond, és amit Isten cselekszik. És tapasztaljuk ezt az ő erej és kegyelme által, hogy hittel magas hegyet mozdítsz meg, a pusztaság is zöld el. A nagy tenger hulláma falként félreáll. Hittel, abban a helyzetben, amelyben vagy. Hittel jöjj az Úr elé, és meglátod, megtapasztalod az ő szabadítását. De arról is olvasunk, hogy a harmadik fal a ti szeretetetek fáradozása. Isten jelenlétét jelenti a szeretet. És ahogy épül a ház, hálaadás, hit, szeretet, és annak a fáradozása, de nem belefáradása. Az Isten jelenlétében, az Isten szeretetének az 1 Korintus 13 szerint való élése, a szeretetben való fáradozás. Azt is elmondja ez a bibliai igevers, hogy a hitnek a munkája, ha nem szeretetben történik, nem értékes. Ugyanúgy, ahogy a hálaadás és az ima, a könyörgés, ha nem szeretetben történik, akkor gond, nyomorúság nem értékes. Annyira fontos, hogy ne szeretetlenül tegyem azt, amit teszek. Kell inteni, kell fedni, kell megalázkodni, kell bűnt vallani, és kell megbocsátani Isten gyermekeként, szeretettel. Hálát adni a másik sikeréért,
a másik öröméért. Csak szeretettel. Hadd imádkozzunk a nyolcadikosokért, akik jövő héten vizsgázni fognak. És az iskolánkban egyik pár, két lány, a nyolcadikot fejezték be most, és az egyik 9.92-vel volt második tanuló, másik 9.90-nel volt harmadik tanuló. És kérdeztem a 9.90-est, hogy nem volt ez neked gond és probléma? Nem. Nagyon örültem neki. Mert ő nekem nagyon sokszor segített ebbe az évbe. Én ritkán tudtam segíteni neki. De ő egy kicsivel jobb, és ennél többet is megérdemelt volna. Nekem azért van ennyi, mert mellém állt és segített. És csodálkoztam. Csodálkoztam a 14 éves lányon, ahogy ezt látja és mondja. Igaz, hogy az ikrek között lehet, hogy szorosabb a kötődés. De az Isten gyermekei között milyen a kötődés? Annál szorosabb, mint az ikrek között. Biztos. Szeretetben. Fáradozni. Az Úr adjon kegyelmet ebben, hogy ne csak a családban, ne csak a baráti körben, hanem a körülöttünk lévő fele szeretetben tudjunk fáradozni. Az Úr adjon erőt ehhez. A fáradtság elviseléséhez kell a felfrissülés, a kipihenés, az Isten jelenlétének megújulása. És hadd legyen az ige szerint a lelki házamnak egy renoválása ma, amikor lélekben Isten a hitben és a szeretetben is megújít az ő kegyelme által. És hadd mondjam a negyedik falat is, így olvassuk, Jézus Krisztusban való reménységetek álhatatosságát. Annyira fontos, hogy az a reménység, amire elhívattunk, hogy mi mindenestől az ő kezében vagyunk, és Isten nem felejt el, és Jézus Krisztusban megváltott, és fehér ruhát adott, és hordoz, mondja a Kolossé levélben, az ő győzelmi szekerén bennünket, és oda szegezte az ellenem és az ellened irányuló kézírást Jézus Krisztus a keresztfára, és ő az, aki megtart, aki a gyertyatartó között jár. Igen, az ördög, a sátán, a halál legyőzött ellenség, és reménységünk van Krisztusban, ő általa is ő benne. A mindennapokban, a jövő felől, gyermekeink felől, az egészségi állapotunk felől, és sorolhatnánk tovább. Igen, a Krisztusban kapott reménység éltet. Ebben álhatatosan ott maradni. A reménység az, amely a pozitívumot látja. A tyúk a kicsi eszéről híres a magyar közmondásban, és nem szeretjük, ha valakire azt mondják, vagy valakik azt mondják rólunk, hogy ki tyúk eszű. De amikor az kapirgál, azt a kicsi jó magot, arról a nagy udvarról, vagy szemetesről, stb. Ki tudja szedni. Azt a kicsi jót. És ez olyan nagy dolog, mikor valaki reménységgel látja azt a kicsi jót, és azt táplálja. Az ördög állandóan mutatja a rosszat, és kinagyítja. Aztán használ indulatokat, érzelmeket, helyzeteket, hogy bennem is benned a reménytelenséget, a kiábrándulást, és minden egyebet a mindennapokban előhozzon. És a hatalmas csalódások azzal járnak együtt, hogy a reményemet elvesztettem, a bizalmamat. Olyan fontos, hogy a lelki házamban a reménység megerősödjön Krisztusban, a lélek által. Ő benne, és hitben, szeretetben, álhatatosan imádkozva, hálát adva, hadd tudjunk reménységben maradni. És gyorsan elmondom, a háztető nélkül nincs kész. Elázik, tönkre megy, használhatatlan. De így olvassuk, mi tudjuk, szeretett atyám fiai, ő kiválasztott benneteket az evangélium hirdetésére,
isteni erővel, a szent lélekkel, teljes bizonyosságban. És befedez a léleknek ereje. Nem tudok és nem tud semmit megtartani. Egyedül a lélektől kapott erőben, kegyelemben az Úr jelenlétében. Most figyeljétek meg az Atya, a Fiú és a léleknek a jelenlétét, ahogy dolgozik lelkiházamnál és lelkiházatnál, hogy felépüljön és karban legyen. Annyira fontos. A magam és a magad erejéből semmit nem tudunk megtenni és megtartani. Egyedül a lélek ereje által. És ehhez kell az erőhöz, az alázat, az elfogadás és a megszentelődés folyamat, hogy Isten lelke ne szomorodjon meg, hanem tudjon használni. Milyen a lelki házam, és milyen a lelki házad? Isten meg akarja újítani. És olyan csodálatos, hogy a tesszalonikaiaknak azt írja, hogy szüntelenül hálát adunk. Látjuk, nálatok ez van, létezik. És Isten akarja, hogy nálam és nálad is folyamatosan, bárhogy fújnak a szelek, bárhogy jönnek a viharok, bárhogy támad a sátán, hadd tudjak lelkiházként létezni és dicsőíteni az ő nevét. Így fejeződik az ige, tudjátok, hogy mi is milyenek voltunk közöttetek. Tudjátok. És Pál apostol arról is bizonyságot tesz, és a levélben majd arról később olvasunk, hogyan szolgáltak ők is. Szeretném, hogyha tudnánk és tudnál, tudnék Isten elé állni. És ott, ahol romlás lett, repedezés, szenny, valamilyen dolog miatt tönkrement valami, Isten akarja helyrehozni. Bennem és benned a lélek által. Az ő megújító munkáját, a hitet, a szeretetet, a reménységet, az imádkozást, a Krisztusban való maradást, a kegyelemben és békességben való élést, hogy Isten ereje a lélek által valóság legyen és működő legyen az életünkben, gyümölcsöző mindnyájunk számára. Amen.